Jó napot kívánunk, köszöntjük kedves nézőinket. Ugye önöknek is feltűnt az elmúlt napokban, hogy csípősebbek lettek a reggelek, a Balaton vize lehűlt, üresek a gólyafészkek, sőt, mi több, a tanítás is megkezdődött. Ilyenkor édesanyaként szeptember elején mindig elhatározom, hogy következetesen szigorú leszek, de ha kell, akkor majd mosolyogni is fogok, hiszen mosolyra csak mosoly lehet a válasz, és a gyerekeknek, a diákoknak ilyenkor tanév elején azt hiszem, hogy igazán szükségük van a mosolyra, a szeretetre. Diákokról, sőt, öreg diákokról is lesz szó a mai műsorban, de még sok minden másról is. Ahogy Anikó már említette, úgy tűnik az időjárás alkalmazkodott a naptárhoz, hiszen ma szeptember első napján esett az eső itt Pécsen, és úgy tűnik, hogy megjött az ősz. Tehát elmondhatjuk, hogy az ősz első sétaterével jelentkezünk ma. Mielőtt azonban megnéznénk képes ajánlatunkat, elmondanám telefonszámunkat, 0680 210 224. Ha hívják ezt a telefonszámot, akkor tangramozhatnak Anikóval, és nyerhetnek is természetesen. Képernyőn láthatják levélcímünket, 7626 Pécs, Alsóhavi utca 16. A borítékra ne felejtsék el ráírni sétatér, hogyha írni szeretnének nekünk. Témajavaslataikat, észrevételeiket is megírhatják. Most pedig nézzük, hogy mit kínálunk önöknek ezen a borongós szeptemberi napon. 50 éves érettségi találkozó Lengyelben. Ünnep és megemlékezés Mohácson. Szomszédos régiók határok nélkül. Elköszönt Baranya megye rendőrfőkapitánya. Decsiek sikeres bemutatkozása Hannoverben. Műsorunkat akkor kezdjük az öreg diákokkal. 1946. szeptemberében szegény sorsú parasztgyerekeknek indították el Tolna megyében, Lengyelben az ország első ingyenes szakközépiskoláját. Sok későbbi diák e lehetőség nélkül soha nem tanulhatott volna. Az diákok közül többen agrárszakemberek, állatorvosok lettek, de van olyan, aki tanárként, kutatóbiológusként tevékenykedett. Az első évfolyam egyébként az elmúlt héten tartotta 50. érettségi találkozóját. Az emlékezésen túl az iskola támogatására létrehozták a Lengyeli Öreg Diákok Szövetségét. 1946. szeptembere. A háborúnak ugyan már vége, de a nélkülözés a szegénység milliók életét keserítette meg. Csak a remény élt. Remény egy új, igazságosabb világban. 40 szegény parasz családban született fiatalnak 46. szeptembere már a remény megvalósulását jelentette. Hiszen a Földművelősügyi Minisztérium kezdeményezésére ingyenesen kezdették el az iskolát a lengyeli Koponyi kastélyban. 46 nyarán, késő nyarán, körülbelül ilyen táj, megjelent különböző újságokban egy cikk, hogy lengyel községben volt Aponyi-féle kastélyban szegény sorsú parasz gyermekeknek mezőgazdasági középiskola létesül. Különböző újságokban, én akkor az akkori kis újságból értesültem róla, és mindjárt be is adtuk a kérelmet az iskolába, és rövidesen közölték, hogy felvételt nyertem az iskolába. Nehéz volt, mert édesapámat katonának hívták, és én akkor altiszt voltam egy iskolába, katolikus iskolába, amit Klebesberg Kuno alapított. Büszke voltam erre az iskolára, mert az ország, vagyis a falu egyetlen emeletes épülete volt. Hajnali 4-kor keltem, kitakarítottam a 8 tantermet, elsöpörtem az utcát, befűtöttem, és akkor 8 órakor beültem én is a hallgatók közé. És úgy tűnt, hogy maradok altiszt, mert se a szekszárdi gimnáziumba, se máshova nem tudtam elmenni, hiszen apám hadifogságban volt, anyám 3 gyereket tartott, mint mosónő, takarítónő, tehát semmi reményem nem volt a tanulásra, és úgy nézett ki, hogy villanyszerelő leszek. És akkor jött egy levél a Benedek igazgató úrtól, aki itt volt igazgató, hogy szegény sorsú falusi gyerekek ingyen tanulhatnak lengyelbe. Hát ez a világ legcsodálatosabb levele volt, amit életemben kaptam. Amikor ide kerültünk, egy csodálatos hely volt, de nagyon súlyos gazdasági körülmények voltak a II. Világháború után. Ezt talán mi, mint gyerekek, tizenévesek, a szüleinktől tudjuk, de mindent latba vetettek a drága jó szüleink, nagyszüleink, hogy valóban tanulhassunk. És ráadásul
a lengyeliek, az akkori lengyeli őslakosság oly nagy szeretettel várt bennünket, hogy mindennel segítettek, mindennel támogattak. Akkor nehéz volt a beszerzés, egyéb ellátás, de ki liszttel, ki akármilyen élelemmel támogatta az iskola konyáját, hogy nekünk ennivalónk legyen. Sőt, vasár és ünnepnap, amikor gyakorlatra mentünk ki a gazdaságba, akkor már az ottani dolgozók, amit sütöttek, úgy sütötték, hogy nekünk is üssön belőle. Nem voltak ablakok. Nagyon sokszor deszkával, meg papírral kellett az ablakokat kibélelni. Nem voltak kályhák. Közönséges téglából építettek olyan kályhákat, amik csak füstöltek, de meleget nem adtak. Nem voltak asztalok, szóval semmi nem volt. Ez a kastély ki volt fosztva. Tehát nagyon lassan tudták csak felszerelni az intézetet. Sváboktól rekviráltak például asztalokat, székeket, ugye, és így szerelték fel az intézetet. Tehát nagyon nehezen indult, és sok nélkülözéssel, de volt hitünk. Volt hitünk abban, hogy amit most csinálunk, az egy értelmes dolog. A tanulás, a szakma megszerzése, és egy új ország építése. Ez vezetett bennünket. Ahogy maguk is mondják, szedett-vedett társaság volt Összetolna megyében, Lengyelben. Az ország minden pontjáról érkeztek parasz gyerekek, akik reménykedtek abban, ha tanulnak, könnyebb életük lesz, mint a szüleiknek volt. Ahogy a diákoknak, úgy a Lengyelbe összegyűlt tanároknak is kihívás volt a feladat. Mezőgazdasági szakembereket képezni a parasz gyerekekből. Ez egy nyílt paraszti társaság volt. Aki nem köntörfalazott, nem udvarolt, nem színészkedett, adta önmagát. Néha kemény volt, néha brutális volt, de mindig szeretetre méltó is tudott lenni. Az osztály 97%-a mind egyetem főiskolát végzett, és talán azok a gyerekek, akiknél talán a családi körülmény nehezebb volt, azok helyezkedtek el rögtön állásba, de a lehetőségeknek megfelelően levelező úton elvégezték akkor ők is a főiskolát vagy egyetemet. Eredeti foglalkozásom, vagy az eredeti iskolám a tanítóképző volt, tanító voltam. És annak idején a Földművelésügyi Minisztérium azt mondta, hogy belátta, hogy módszer tekintetében gyengék a mezőgazdasági tanárok, és összeszedtek majd 30 tanítót, akik nyilván, hát a tanítóképzőben ott módszer volt a lényeg, hogy megtanítani a dolgokat, és aztán így részint itten, de máshol is hasznosítottam. Néhány olyan kollégával, akik hát ugye kedvelték a parasz gyerekeket, és hát szívesen foglalkoztak velük, azokkal próbáltunk. Itt minden az volt, tudod, hogy főleg a gyakorlati dolgokat megtanítani, és a módszert, amivel aztán az elméleti anyagot hasznosítani tudja. Én szarras jöttem el az ország első iskolájából. Arra a hírre, hogy egyszerű emberek gyerekei, akiknek háttérük nem volt, azok részre alakult egy iskola, középiskola. És ott, mivel én tudtam azt, hogy kiváltó sokassága teszi egy nemzetet nagyjá, másrészt tudtam azt, szarvasan ki volt írva, hogy szabad emberhez szebb, méltóbb és több oldalon foglalkozás nincs, mint a földművelés. Az osztály 1950-ben egy teljesen megváltozott világban érettségizett le. Azóta eltelt 50 év, s ahogy érkeztek, úgy szorodtak szét a világban. De egy biztos, a lengyeli iskola mind a mai napig meghatározta életüket. A Mohácsi csata 474. évfordulója és a millennium alkalmából dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök és dr. Paskai László bíboros kíséretével együtt Mohácsra érkezett. Ebből az alkalomból Mohács és 11 környező település átvehette a milleniumi zászlókat, a politikai és egyházi méltóságok pedig megkoszorúzták a hősök emlékművét. A helytelen politika miatt 1526. augusztus 29-én a Mohácsi síkságon a maroknyi magyar sereg véres vereséget szenvedett a török veszedelem túlerejével szemben. Mohács a 474. évfordulóra és a milleniumi ünnepségre együtt készült. Az új államfő dr. Mártó Ferenc a legmagasabb közjogi méltóságot betöltve először járt Baranya megyében.
Ünnepi beszéde után átadta Mohácsnak és 11 térségi településnek a milleniumi emlékzászlókat. Jövőnek szánt üzenetében az együtt gondolkodás fontosságát hangsúlyozta. Itt voltak azok, helytálltak és hősiesen meghaltak. Ez üzenet a jövő számára, hogy egység és helytállás. A másik, hogy Magyarország, Európa, vagy Magyarország magára vallott Európában, az országgyűlés felhívta, ugyan a király felhívta, a német-római császárt, a pápát, az egész Európát, hogy itt a nagy veszély, itt van, dél felül közeledik a nagy veszély. Ezt a veszélyérzetet nem érzékelte elég az akkori nemzetközi politika, sem a német-római császár, a nagy ötödik Károly, a spanyol király, sem Ferdinánd. Az angolok küldtek egy kis hadsereget, angol király a messziről, a pápa 5000 aranyat, ez mind kevés volt. Szóval Magyarország, ez a két tanulsága, mit jelent mára fordítva, milleniumra fordítva? Egység, mindenki részéről, nem mindenki részéről, nem csak egyesek részéről, nem csak a kormány részéről, nem csak az országgyűlés részéről, mindenki részéről. Önkormányzatok részéről, maga részéről, részemről, hogy tegyünk valamit, ki kell maga helyén, mert akkor ez belőlünk valamit. Az egyik, egy másik csak Európával együtt. Csak a szomszéd népekkel együtt, csak az európai közösséggel együtt, tehát úgy látszik még veszélyben is, de végképpen is nagyot alkot. Mohács mintaképe a sok nemzetiségű politikai és egyházi erők közösségének együttműködésének. Dr. Paskai László bíboros, esztergom budapesti érsek celebrálta az ünnepi szentmisét a fogadalmi emléktemplomban. Szent István a keresztény erkölcsi elvekre építette fel az országát kemény kézzel, és annak mégis lett a maga pozitív eredménye. És ebben az évszázadban a különböző ideológiák megjelentek, amelyik mindegyik a saját előnyét kereste, összeomlottak mind a ketten, mind a két ideológia hatalmas pusztítást hagyva maga után. Ha most itt, ezen a csatatéren állok a múltra való emlékezésben, ez is elénk állítja azt, hogy lehet olyan magatartás, amelyik csak pusztulást hoz. Bár jelentené a mostani milleniumi megemlékezés, hogy áldozatosan, közjót tekintve tudnánk építeni a jövőt. Horvátoknak, magyaroknak közös ez az ünnep. Több száz zarándok érkezett a határon túlról is, hiszen annak idején a gyakogói püspök, Palizsna György is a mohácsi csatában vesztette életét. Mind a két püspökség, a brodaris püspök, a szerémi és a gyakogói akkori püspök 1527-ben, Palizsna György részt vettek a csatában. A Palizsna György elesett, a gyakogói püspök, a Brodaris püspök az élve maradt, és ő írta meg, le lett írva a csatának a lefolyása. Azt mondta, a Brodaris püspök, a szerémi püspök írta le, később Vászra menekült, és lőtt a váci püspök lett, kérem. A Palizsna, ugye, hát az itt esett el a többi 8 püspökkel együtt. Mohács szeretné az ország vezetőinek figyelmét a városra és a térségre irányítani, mivel a 7 évig tartó délszláv válság miatt háttérbe szorult a kereskedelem, a turizmus és a külföldi befektetők is elkerülték a térséget. Egyébként is szeretnénk, hogyha a politika és a közélet, a gazdaság szereplői felfigyelnének ránk. Úgy gondoljuk, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy itt is nagyobb fejlesztések induljanak. Érdemesek vagyunk arra, hogy úgy, mint az ország más régióit, bennünket is kitüntessenek a figyelmükkel, bizalmukkal, segítségükkel. A politikai és egyházi méltóságok a történelmi emlékparkban kegyeleti koszorúzással emlékeztek meg az 1526-os csatában elesett hősökről. Tegnap indult útnak a második dél-dunántúli régióvonat. A tavalyi kedvező tapasztalatok alapján az idén is nagy reményt fűztek a kezdeményezéshez. Az elmúlt évi útvonallal ellentétben az idén Horvátországba is átment a szerelvény. Az utazás célja a horvát testvérmegyei és testvérvárosi kapcsolatok felhasználásával a turizmus élénkítése. Ezen a régióvonaton többek között munkatársunk István is jelen volt. Hogy érezted magad, milyen volt a hangulat? Nagyon kellemes volt a hangulat, és az volt számomra a különös,
hogy a megyei vezetőkön kívül, tehát a politikai vezetőkön kívül nagyon sok természetvédelmi, kulturális, környezetvédelmi szervezetnek a vezetői is úgy voltak, és az volt a, vagy ott voltak, és az volt a benyomásom, hogy a kötetlen beszélgetésekkel talán nagyobb eredményeket lehet elérni, mint a zöld asztal mellett. Most nézzük meg, hogy hogyan vélekedtek az út résztvevői. Ha a régióvonatnak tavaly az lehetett a mottója, hogy régió határok nélkül, akkor az idén méltán lehetett bővíteni a jelmondatot. Szomszédos régiók határok nélkül. Hiszen az idei rendezvénynek külön jelentőséget adott, hogy a dél-dunántúli megyéken kívül horvát területre is átment a szerelvény. Ez pedig mindenképpen azt jelzi, a határmenti megyék között hivatalos és informális kapcsolat is kialakulóban van. Alapvető fontosság a tavalyi régióvonatnak a pozitív példája ezt alátámasztja. De most az a különlegessége, ugye, hogy átnyúlunk Horvátországba is, és különös aktualitása, hogy a múlt hét péntekén írta alá a 7 megye, 4 horvát megye és 3 magyar megye azt az együttműködést, egy új típusú együttműködés megalapozását, ami a Duna-Dráva-Száva keretein belül kiteljesítene egy úgynevezett határmenti együttműködési rendszer, amely már az Európai Unió által is finanszírozható. A két szomszédos terület közötti kapcsolat pedig létfontosságú, hiszen a két régió csak így törhet ki az eddigi gazdasági elzártságból. A politikai együttműködésen kívül tehát a kulturális, a turisztikai és nem utolsó sorban a gazdasági kapcsolatok fejlesztése a feladat. Ez pedig egyaránt fontos Somogynak, Baranyának és a szomszédos horvát területeknek. Kaposvárnak, Somogy megyének rendkívül fontos Horvátország, rendkívül fontos a határmenti kapcsolatokon túlmenően az idegenforgalom, a közös gondolkodásnak az előmozdítása is. Nagyon nagy a felelősség ebben a Brüsszellel folytatott közelmúltbéli tárgyalások alapján is, hogy mire úgymond Horvátország eléri azt az előminősítési kondíciót, amelyben már Brüsszel is támogathatja a térséget, akkor egy nagyon jelentős forrás megjelenése várható ebben a sok évtizedig elmaradott vagy elmaradottnak tudott határmenti térségekben mind a két oldalon. Én a Duna-Dráva-Szávában azt tapasztaltam meg az elmúlt két évben, hogy fantasztikus az aktivitás, rengeteg az ötlet. Az ötletekből most programokat kell csinálni, nemzetközi szinten is megálló minőségű programokat. Ebből a szempontból ennek a régióvonatnak ma különös jelentősége van, erősíti ezeket a kontaktusokat. Én úgy gondolom, hogy Magyarországnak és Horvátországnak hasonló lehetőségei vannak, például a gyógyturizmusban. Együtt kell kínálnunk a turisztikai termékeinket, és csak együtt tudjuk megvalósítani a terveinket is. Az érintett megyéknek és kisebb térségeknek az idegenforgalom jegyében bemutatkozásra is lehetősége nyílott. A térség kulturális értékeinek, látványosságainak és nem utolsó sorban természeti kincseinek bemutatása egymás jobb megismerését szolgálta. Ez pedig sok területen jelenthet előrelépést. Azért jöttem el erre a mai útra, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan régiós vezetővel sikerült találkozni és kapcsolatot építeni, ami a természetvédelem hosszú távú megalapozása, a kezelési feltételek kialakulása szempontjából nagyon fontos. Az idegenforgalom az egy szegmens területe a Nemzeti Park Igazgatóság működésének, és itt alapvetően idegenforgalmi kapcsolatrendszert is lehet építeni, és nagyon fontos a horvát kapcsolata számunkra, a Dráva miatt, a Kopácsi réten lévő, meglévő jó kapcsolatunk miatt, és nem utolsó sorban azért, mert hosszú... ...idegenforgalom, és azt szeretnénk elérni vele, hogy minél többen megfelismerjék ennek a lehetőségét, és hát természetesen minél többen utazzanak velünk turistáként és hát kirándulóként. A vasúttársaságok vezetői is úgy vélik, fontosak a hasonló találkozók, hiszen a fejlesztési tervek megvalósulásához a regionális politika fejlődése elengedhetetlen. Ez pedig fordítva is igaz. A térség gazdaságának fejlődéséhez szükséges a vasút fejlesztése is. Az a kapcsolat, amelyik korábban Horvátországgal megvolt gazdasági, turisztikai és talán az életminden területén, az úgy érzem, hogy a délszláv háborúta még nem tudott visszatérni, és ennek a vonatnak a jelentősége ott van, hogy talán ezzel is elő tudjuk segíteni azt, hogy a gazdasági kapcsolatok, a társadalmi kapcsolatok és természetesen az idegenforgalmi kapcsolatok erősödjenek. Ismert tény, hogy a horvát és a magyar megyék között fejlett gazdasági együttműködés van. A régióvonat újabb lendületet adhat a további együttműködésnek, hiszen a döntéshozók közvetlenül tárgyalhatnak és barátként is megismerhetik egymást. A közelmúlt közös rendezvényei Pécs eszék képviselőtestületi ülése, a hét határmenti megye megállapodása, valamint a régióvonat is jelzi. A szomszédos horvát és magyar régiók felismerték. Közös munkával sikerülhet csak kitörni az évtizedes elszigeteltségből.
Kőbányanyitás, egzotikus turisztikai látnivaló, tanévkezdés. Ezek a főbb témái visszatekintő válogatásunknak. Ez történt a Dél-Dunántúlon néhány évvel ezelőtt. Közép-Európa második kőbányája nyílt meg 5 éve a Keszthely környéki Bazsiban. A becslések szerint a bazaltbánya még 50 évig ad páratlan értékű ásványi anyagot, az ott élőknek pedig munka lehetőséget. Igazi egzotikummal, idegenforgalmi látványossággal gazdagodott 1995-ben a hazai turizmus. A Kaposvárhoz közeli Somogyvámoson megnyitotta a nagyközönség előtt is indiai kulturális központját és biofarmját a Krisna Tudatok Kisegyház. 1993-ban azzal a céllal alakult meg Zalaegerszegen a Duna Old Kulturális Egyesület, hogy minél több ismeretet adjon a gyerekeknek határon túli társaik életéről. Ezért felvidéki és erdélyi táborokba is elvitték őket. 5 éve, az iskola kezdés előtt pedig ők láttak vendégül kárpátaljai, felvidéki és vajdasági fiatalokat. 1998 Pécs, Ágostontéri tagiskola, tanévkezdés előtt. Mamám megvett egy nagy iskolatáskát, és nem tudtam, hogy mekkora. És akkor beleraktam a füzeteimet, akkor már tudtam, hogy nem fér bele a tankönyveim. A tankönyvek évről évre drágábbak. Idén olyan 2000 és 11 ezer forint között mozog, évfolyamonként eltérő. Próbálunk úgy segíteni, hogy apránként, előlegként szedegetjük már tavasszal a pénzt. Kétféle segély is érkezik, önkormányzati és minisztériumi segély. Még mindig vannak szülők, akiknek nagy problémát jelent a befizetés. 2 éve 137 kiadótól rendelhettek tankönyvet az iskolák. Kaposvárot sem ritka az az intézmény, ahová 10 kiadótól is érkeznek könyvek. Nem biztos, hogy pontosan az évkezdésre, és a hírek szerint 10%-kal drágábban. Baja 6917 általános és középiskolása 1988-ban 7 millió 700 ezer forint tankönyvtámogatást kapott az oktatási tárcától. Ez az összeg tanulónként 1141 forint, ami elég karcsúnak bizonyul, hiszen egy hatodikos tankönyvcsomag ára 8400 forint, de ha angol tagozatos a gyerek, akkor ez már 11 ezer forint. A múlt után most következzék a jelen. Baranya megye rendőrfőkapitánya a mai naptól új beosztásba kerül. A belügyminisztériumban végzi ezután tudományos kutató munkáját. Ebből az alkalomból beszélgetett dr. Ernyes Mihály dandártábornokkal szerkesztőnk, Pukta Csaba. 1971. december 1-e volt az a nap, amikor Pécset kezdtem a rendőri munkámat bűnügyi nyomozóként. Hát ez közel 30 év. Jó hosszú idő, Mohácson voltam közben 9 évet, és 9 és fél évet voltam itt a megyei rendőrfőkapitány. Én arra vagyok büszke, hogy nem kell itt a rendőrségnek szégyenkezni. Vannak hibáink, vannak nehézségeink, de vannak sikereink, eredményeink is, és mi ezt mindig megmondtuk az itt élőknek, és soha nem hallgattunk el semmit. Ez egy nagyon fontos dolog. Az eddigi pályát néhány kötet is fémjelzi, író ember a főkapitány, erre azt hiszem minden baranyai büszke volt. Író az ember valóban egy idő után, ahogy a rendőrséghez kerül, mert azért jelentéseket kell írni, és ez 100 éve, 200 éve is így volt. Felvételmi követelmény volt az egyszerű rendőrnek, csendőrnek, hogy tudjon önállóan jelentést írni, a parancsnoknak már, hogy szerkeszteni, értékelni. Tehát óhatatlanul ebben a szakmában valahol bent van az, hogy ha beül az ember a székbe, akkor ír, és minél magasabbra kerül a hierarchiában, annál jobban kell írni, és valószínű többet is kell írni. Nekem ez a hobbim alakult ki, hogy a rendőrség történetével, a rendvédelem történettel is, mert egy kicsit tágabb, több testület tartozik bele, foglalkozom, de igazából a rendőrség, ami közel állt hozzám. Én nem jártam vadászni, nem jártam horgászni, nem jártam teniszezni sajnos, bár biztos néhány dolog rám fért volna és rám férne, amellett nagyon nagy tisztelője vagyok mindenkinek, aki ezekkel a hobbikkal foglalkozik, és nagyon jó baráti viszonyban is az ilyen hobbit szerető emberekkel, nagyon sokkal, de hát nekem ez a kutatgatás, az olvasgatás, az elővétel, a régi anyagoknak összehasonlítgatása és papírra vetése, ez maradt meg hobbinak. Jövő héttől már nem Pécset szolgál tovább,
Mi az új státus és mi lesz a munkája? Hát minisztériumi főosztályvezetői rangban leszek a belügyminisztériumban. A munka az többrétű lesz, az első lépés az egy tudományos területnek a megtervezése, kidolgozása. Nem titok, hogy ebben a rendőrség története előkelő szerepet fog kapni. Lehet, hogy meg fogjuk tudni írni, ilyen rossz magyarsággal kifejezve, úgy a rendőrség történetét, hogy egy átfogó nagy munka készül, hiszen erről igazából utoljára 1941-ben készült átfogó nagymű, előtte 1925-ben, és olyan nagyon nagy munkákat már nem is lehet felsorolni, kisebbek természetesen készültek, de egy olyan átfogó igazitát, ami behelyezni a rendőrséget és a rendőrség mibenlétét is. Mert most már lehet értékelni a 100 évvel ezelőtti rendőrséget, az 50 évvel ezelőttit is. Az 1-2 évvel ezelőttinek is meg lehet írni a történetét, de értékelni azt most még nagyon nehéz. Majd 20 év múlva viszont, ha megint jön egy ilyen ember, aki megszállottja lesz ennek a kérdésnek, mert nem sokan foglalkozunk az országban rendvédelem története, akkor ők is értékelik majd ezt a korszakot olyan szemmel, letisztultan. Van-e már konkrét utód? Most már megjelent több helyen a sajtóban, és a Sárközi Ferenc ezredes úr, aki jelenleg a Pest megyei rendőrfőkapitányság közbiztonsági igazgatója, ő elfogadta a felkérést, úgy tűnik, hogy ő lesz ajánlva a megyei közgyűlésnek, véleményezni fogják, és hát az apró adminisztrációs dolgokat végigviszik. Mondtam neki, hogy én azt kívánom, hogy jobb főkapitány legyen, mint én voltam. Ha ez sikerül, akkor egészen biztos, hogy nem fog csalódást okozni. És már is itt van a játék ideje. Nem tudom, hogy ki van a vonal túlsó végén. Halló? Jó napot kívánok, Takácsné vagyok, Margit, Bonyhádról. Jó napot kívánok, Margit. Egy kicsit lassan mondta el, de végül is minden fontos információt elmondott magáról. Még egyetlen egy kérdés, ismeri a játékszabályokat? Igen, ismerem. Akkor kezdheti is a játékot, Margit. Köszönöm. Na. Mit hova tegyek? A hetest kérjük szépen a baloldali sarokba. Így gondolja? Mondjuk. A hármast alulra, baloldalra, élével lefele. Tehát az átfogóval? Igen. Így? Igen. Akkor az ötöst a hármas jobb oldalára. Ja, úgy, hát ez így nem biztos. Nem. Talán ha így, igen. Megpróbálom, hát ha. Hát is egy. Közben a nagyfiamtól kérnék segítséget, de nem megy. Hatost, azt esetleg ne fordítsam el a hetest? Ja, úgy igen, és akkor a hatost a másik csücsökbe odaföl. Hát, ha így összejön, nem tudom. Igen. Akkor a négyest a kettő közé talán. Ide, rossz. Ide. Nem, oda a... Így nem jó, mert itt van egy kis háromszög, akkor kimarad. Így nem. Talán, de akkor ide is egy négyzet kellene, hát legfeljebb így. Margit, egy kicsit tempósabban, mert kifutunk az időből. Igen. Akkor az ötös kérjük szépen a hatos helyére, oda föl a sarokba. Így. És akkor azt a hatost oda be. Jó, ezt én ide teszem. És a két három szöget egymás... Nem. Hát... És hát... Úgy. Margit! Köszönöm szépen a segítséget! Óriási nagy szerencsé van, éppen végeztünk, úgyhogy 5000 forintos vásárlási utalvány a nyereménye. Gratulálok. Köszönjük hozzá. Köszönjük szépen! Viszont hallásra! Viszont hallásra, maradjon továbbra is a képernyő előtt, és nézze a műsort a továbbiakban is. Köszönjük! Viszont hallásra.
Művészet, művészettudomány és kommunikáció az információs társadalomban. Ezzel a címmel tartottak kerekasztal beszélgetést Szekszárdon a Művészetek Házában. A második szekszárdi szimpózium nevet viselő rendezvényen többek között arra a kérdésre keresték a választ a résztvevők, hogy hogyan hat a hétköznapi életünkre, az egymáshoz és a művészethez való viszonyunkra a számítástechnika és a felgyorsult világ. Művészet és kommunikáció a rendezvénynek a címe. Induljunk ki a kommunikációból. Kommunikáció a művész és a befogadó között, kommunikáció a különféle művészeti ágak között, személyes kommunikáció ember és ember között, talán ez a leglényegesebb. Miközben hatalmas lehetőségek nyílnak arra, hogy a Stanford Egyetemen tanító barátommal engedtessék meg egy kis személyes hangvétel. Nap mint nap úgy kommunikáljak, mint hogyha itt ülne mellettem. Közben, mintha érezném azt, hogy a jelentőségét kezdi veszíteni a személyes megjelenés, a személyes kommunikációt. Minél jobban bekapcsolódunk ebbe az általad világfalunak nevezett vérkeringésbe, annál nagyobb a veszélye annak, hogy nem figyelünk igazán a saját környezetünkben meglévő értékekre. Mind a kettőre figyelni kell, mind a kettő egyformán fontos. Jól kell tudni meghúzni a határokat, mint mindenben az életben. Körülbelül 4 éve használom az internetet, vagy lehet, hogy már 5, és tapasztalom azt, hogy mennyire jó lenne az, hogyha azok az emberek, akik értéket tudnak mutatni, azok nem csak a közvetlen környezetükben látszanának, hanem a nagyvilág is sokkal többet látna belőlük. És erre a módszerek megvannak. Peter Greenaway mondta arra, hogy a könyvtár és az internetes könyvtár között az a különbség, hogy az internetes könyvtárban nincs szaga a könyveknek. Én személy szerint nyilván tulajdonítok fontosságot a könyv materiális jelenlétének, de véleményem szerint nem is ez az igazi kérdés. Én azt gondolom, hogy nem megijednünk kell ezektől a tendenciáktól, nem megijednünk kell az internet lehetőségektől, az alternatív világok lehetőségétől, hanem észre kell vennünk azokat az elemeket, amelyek arra utalnak, hogy bizony az irodalom az internetes lehetőségekhez képest ugye régi módinak tartható irodalom hasznosítja ezeket a lehetőséget. Én 50 éves vagyok, most már néhány nap múlva. Az én korosztályomban mondhatnám, hogy a képzőművészeknek a több mint 70%-a alkalmazza valamilyen formában a számítógépet a maga munkájában. Élen jár ebben inkább a grafika, de olyan is van már, hogy szobortervek, makettek, vizuális előképeit számítógépen ellenőrzik, vagy pedig ott alkotják. Bevallom azt, hogy én nem értek a számítógéphez, ezt nem szégyen bevallani. Ez egy szomorú tény. A másik, ami az igazsághoz tartozik, hogy én azért még mindig gyorsabban rajzolok szabad kézzel, mint egérrel, úgyhogy egyelőre úgy érzem, hogy nincsen szükség számítógépre. Ami viszont a számítógépen, vagy a legmodernebb médiákon keresztül történő információ szerzést illeti, azt nagyon hasznosnak tartom. Nagyon fontos azonban a gyerekek számára az, hogy valamiféle alapműveltséggel rendelkezzenek, amit 8. osztályig meg kéne szerezni, és utána jöjjön a számítógépes keresés, hogy szempontjaik legyenek, kezdetleges értékítéleteik legyenek. Tehát az emberiség kultúrának az alapjait valahol máshol kell megtanulni, azért, hogy az később aztán jöhessen a választás, a döntés, az ismétlés, a szelekció lehetősége ezekkel az új módszerekkel.
Most ugorjunk a térben egy nagyot. A Hannoveri világkiállítás magyar pavilonjának meghívására egy héten keresztül Decs mutatkozhatott be a világnak. Az érdeklődés kiemelkedő volt, sikerrel mutatkoztak be a decsiek. 6 hónapon át Hannover adta a nevút a világnak. A világkiállításon résztvevők ízelítőt kaphatnak a Föld minden tájegységének jellegzetességéből. A magyar pavilon vezetői a legfontosabb hazai tájegységek különlegességeivel színesítették a kínálatot, így került sor arra, hogy Sárköz és ezen belül a főváros Decs egy héten keresztül a világ elé tárja ízeit. A világkiállítás ugye 6 hónapig tart, és ez alatt a 6 hónap alatt ugye 8 csoportot hívtak meg. Palócok voltak ott előttünk, a borrendeket hívták meg, mesterszakácsokat hívtak meg, és hát a 8 között Sárköz szerepelt. Úgy működött a kintlétünk, hogy a magyar pavilon programjának szerves része volt a Sárközi bemutatkozás. Ez azt jelenti, hogy a táncokat a pavilonban mutattuk meg, illetve a standunk ott volt a pavilon előtt. Egy héten keresztül gyakorlatilag Sárközről szólt a történet. Egy-egy kiállító standján természetesen a népművészet, a hagyományok bemutatása jelenti az igazi kuriózumot. Nem volt ez másként itt sem. Csodálatos volt az, mikor a magyar pavilont akkora tömeg körülvette, általában mindig, de amikor elkezdődött a műsor, akkor én nem tudom, hogy honnét, mert akkor még hang nem volt az öltöztetésnél, csak csupa csöndbe elkezdtünk öltöztetni Sárközi ruhába, és pillanatok alatt akkora tömeg összegyűlt, hogy nem lehetett kilátni. Körbeálltak és lélegzett visszatartva, tátott szájjal nézték, hogy még egy rokolya, még egy alsó szoknya, hát azt nagyon élvezték. És a végén rákérdeztek, hogy a vetköztetést is megvárnák. És akkor utána következett a tánc, egy nap négyszer léptek fel a gyerekek, és akkor utána én tojásfőstő bemutatást csináltam. A magyar konyha világhírét mi sem bizonyítja jobban, hogy ez volt a leglátogatottabb vendéglátóegység szerte a kiállításon. A szakácsok szó szerint 7 nappal alá téve főzték a különlegességeket. Burgonyalevesből főztünk olyan 150 litereket naponta, ez nálunk körülbelül elfogyni egy hét alatt egy sima étterembe. Ott szinte minden nap 150 literek elfogytak. Főztünk még egy ételt, a káposztás virkát, ez Sárközben nagyon híres étel. Ezt ünnepnapokon általában akkor főzték, vagy lakodalmakban. Ebből is 60-70 adag fogyott el naponta. Ahhoz képest itt ilyen 20 adagok fogynának el naponta egy étteremben. Köztünk egy olyat, hogy sonkás puszta pörkölt, ez egy házi füstölt sonkával készült marha pörkölt. Ebből is 60-70 adag fogyott, és úgy mind itt nálunk ebből is 20 adag fogynak körülbelül. Az, hogy egy kis település megmutathatta magát a világnak, önmagában kiemelkedő tény. Ám ez a bemutatkozás hosszabb távon is előnyöket jelenthet Decs és a Sárköz számára. Most hazafelé hiszi el igazán az ember, hogy ott volt, hiszen egy ilyen világkiállításon bemutatkozni és részt venni szerintem egy hatalmas dolog, hogy sikerült oda kijutnunk. Mit jelentett még? Azt jelentette, hogy az ott tartózkodásunk alatt pontosan a magyar étterem vezetőjével végigbeszéltük azokat a lehetőséget, amik egy ilyen nagy kiállítás nyújt. A hannoveri részvételünk erősítheti a Sárközi idegenforgalmát, erősítheti Decs idegenforgalmát, és én azt gondolom, a térségnek is egyfajta előrelépés jelenthet, hiszen mint egy ott díszeleg az aláírásunk a hannoveri világkiállításon, azzal, hogy ott voltunk. Horvátországi magyar fiatalok voltak stúdiónk vendégei az elmúlt hónapban. A fiatalok a televíziós műsorkészítést tanulmányozták, a most következő néhány perc velük róluk szól. Varga József vagyok, 23 éves, Eszék mellőle kis faluból, Kopácsról érkeztem, Horvátországból. A Magyar Televízió pécsi körzeti stúdiójában töltöttem el egy hónapot, ahol belekóstoltam a film és a tévé világába. Nagyon megtetszettek a műszaki dolgok, elsősorban az operatőrködés. Remélem, hogy a jövőben lesz lehetőségem ezen a téren dolgozni, és szeretném mindenkinek megköszönni itt a pécsi stúdióban, aki segített ebben. Pásztor Tíme vagyok, 26 éves, Eszékről jöttem. A továbbképzés végül is nekem azért volt fontos, hogy belekóstolhassak a riporterkedésbe és a műsorszerkesztésbe. Itt különböző forgatásokon vehettem részt, kimehettem különböző stábokkal, különböző témájú dolgokat felvenni,
magam is forgathattam, magam is riporterkedhettem. Ami itt nagyon tetszett, az elsősorban a családias hangulat. Engem itt a látottakból megfogott elsősorban a miniportrék felvétele és készítése, valamint nagyon tetszettek a különböző faluképek és ilyen falu jelentések, úgymond. Amennyiben egyszer kialakulna nálunk is ez a televízió, akkor nagyon szeretném, hogyha ugyanilyen családias hangulatban folyna a munka, mint itt Pécsen. A látottak kapcsán, amire mi is törekedni fogunk, vagy én személy szerint, az lesz, hogy ugyanígy kialakítani az ilyen kis csoportokat, akik együtt megértéssel, egymással szemben végezhetik majd munkájukat, és azt hiszem, hogy ez fogja igazából megadni a tévé hangulatát otthon. Segotta Dániel vagyok, 26 éves, a dél-baranyai Hercegszőlősről jöttem ide. A tévé világában még el sem tudtam képzelni, hogy milyen technikákkal dolgoznak, hogy folyik le az egész folyamat, és itt belekóstolhattam az operatőrködésbe is, de jobban tetszett a vágás, ahol többféle trükköket megtanulhattam, és a kollégák segítettek abba, hogy többféle rendszeren vágás technikát megtanuljak. Többek között a Beta és az Editor, ami kicsit komolyabb gépezet. Hát ez az egész nagyon szép, nagyon jó, és nagyon remélem azt, hogy a jövőben lesz rá lehetőség, hogy ezt valahol még fejleszem tovább, és ezen a téren dolgozhassak. Műsorunk végéhez közeledve szokásos programajánlón következik. Szeptember hava nem csak az ősz kezdetét jelenti, hanem számos fesztivál ebben a hónapban kerül megrendezésre. Így például elsőként a Siklósi Várban a Siklósi ősz ünnepe szeptember 2-án, illetve 3-án.
különböző művészeti bemutatók szórakoztatják a közönséget, fellépnek többek közt borprédikátorok, néptánc együttesek, énekkarok és humoristák. Lesz szüreti felvonulás, fúvós muzsika, kézműves kirakodóvásár és nem utolsó sorban borpalack és címke kiállítás. Minden év szeptemberében kerül megrendezésre Szigetváron a Zrínyi Napok ünnepség sorozat. Az emlékünnepség szeptember 6-án veszi kezdetét. Az este 7 órakor kezdődő megnyitón a köszöntőt Mozsgai Péter polgármestertől hallhatjuk. Ezt követően koszorúzás és megemlékezés következik a Horváth Márk, illetve a Zrínyi téren. Csütörtökön folytatódik az emlékünnepség, 18 órakor Zrínyi mise kezdődik a Szent Rókus templomban. Az ünnepség sorozat szeptember 10-éig tart. A következőkben szintén egy fesztiválra invitáljuk nézőinket, mégpedig Dinnye fesztiválra, Sejjére. Szeptember 2-án és 3-án a Sejjei Strand és Sportközpontban kerül megrendezésre az ünnepség. Vásárok és vigasság várja az érdeklődőket, különböző kuriózumok is szórakoztatják a nézőket, így például kutyás, illetve sárkányrepülő bemutató. Ezen kívül lehetőség nyílik természetesen dinnye kóstolásra is. A különböző művészeti bemutatók után pedig diszkó éjfélig. Szeptember a fesztiválok mellett a szőlő, illetve a borhava is. Következő programajánlatunk elsősorban egy csodálatos medűkedvelőjének szól. A rendezvény helyszíne a Gilián kastély, időpontja pedig szeptember 7-e. Különböző művészeti előadások színesítik a programot, ezen kívül lesz borszentelés és terményáldás. Az estét tűzijáték zárja. Végezetül sportprogramokat ajánlunk régiókból. Elsőként a futballrajongók figyeljenek. Holnap 17 órakor Komlón NB1 B-osztályában az otthoniak Kaposvárral mérkőznek meg. Pécsváradon megye egy osztályban Pécsvárad Láncsók mérkőzésen szurkolhatnak a rajongók vasárnap 17:30. Foci után tenisz. Immáron 24. alkalommal rendezik meg Keszthelyen a Magyarországi Nemzetközi Veterán Teniszbajnokságot. A program szeptember 4-től 9-ig tart. Kedves nézőink, a Komlói Napok rendezvény sorozat az ex-bányász nap, mi már több évtizedes hagyományokkal büszkélkedhet. Nos, adásunk előtt nem sokkal kaptuk azt a faxot, amelyben a holnapi nap programjáról tájékoztatnak bennünket. A programban szerepel többek között bogár találkozó, motoros találkozó és verseny is, autókiállítás és hangnyomás verseny, amelynek lényege, hogy egységnyi autóba ki tud minél több és hangosabb minőségi hifi berendezést bezsúfolni. Műsorunk végéhez értük, köszönjük, hogy velünk tartottak ezen az esős péntek délutánon. Jövő héten ismét várjuk Önöket, foglalják el helyüket a tévékészülék előtt, hiszen pénteken jön a sétatér. Töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Viszontlátásra! Thank you.